is elegendő. Idősebbek lettetek egy évvel, őszhajszálatok gyarapodott szépen. Két jóvisok szavalnak nagyszüleiknek az idősek világnapja alkalmából. Egy 2016-os kutatás szerint, amikor a nagyszülők is részt vesznek az unokák életében, akkor a gyerekek nem csak szociálisan, hanem az iskolában is elkötelezettebbé válnak. Valamint a gyerekeknél nagyobb valószínűséggel alakulnak ki a szociális fejlődéshez elengedhetetlen készségek, mint a gondoskodás, az együttérzés és kedvesség, még azon emberek felé is, akik nem állnak érzelmileg olyan közel hozzájuk. Nagyon örülök neki, hogy megértem, hogy eddig eljutottam, és bármi van, mindig részt veszek, hogyha olyan összejövetel, vagy az óviba valami van, mindig szoktam velük lenni. És mekkorák az unokák, hogy hány unoka van a családban? 7 unokám van, a legidősebb 26 éves, a picike még 5 éves volt áprilisban. Még vizsgálatot kaptam az értesítést kolléganőktől, mert én itt voltam ovon, de a gyerekeim máshol élnek, úgyhogy az unokáim nincsenek itt, de szeretem megnézni az óvisokat, mikor szerepelnek, úgyhogy az hozott ide inkább. Aki versenyen az új generáció. Hát persze. És annak van már unokája? Persze, 3. És milyen érzés, hogy foglalkozni? Hát ez nagyon jó, csak az, hogy kevés idő jut, mert máshol élnek. Nem itt egy faluban, meg nem egy háztartásban, mint sok helyen. Alig 2 éve nagyszülő Fábián Lászlóné, helyi könyvtáros, aki meghatódva, könnyekkel küszködve beszélt arról, hogy miért fontos ünnepelni a szépkorúakat. 2 éve megszületett az unokám, tehát tudom, hogy mi a nagyszülő-unoka kapcsolat, és nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a nagyszülők éreztessék a gyerekekkel, hogy mennyire fontosak nekik, hanem a gyerekek is éreztessék, hogy igenis ők értékelik azt, amit tesznek értük a nagyszüleik. Ez már a 3. alkalom, hogy a könyvtár az óvodával közösen az Idősek Világnapja alkalmából programot szervez a 2 jóvisok nagyszüleinek. Kicsit próbálják viszonozni azt a sok szeretetet, megtörődést, amit kapnak, legalább az év ennek a napján. A 2 jóvisok átjönnek, verselnek, énekelnek, a végén a nagyszülők kapnak egy kis ajándékot, amit a könyvtárban készítek. És ma még lesz egy plusz meglepetés, mert Monostori Mária előadást fog tartani majd 6 órától, amit kimondottan az időseknek szerveztem a megyei könyvtár jóvoltából, az egészséges életmóddal lesz kapcsolatos. Kordék, kocogó, talék a kerék, 3 vékajú kívánság áldjon meg az ég. Az előadást követően apró ajándékkal és tematikus előadással egybekötött ételkóstolóval folytatódott a kéti szépkorúak ünneplése.